Na sziasztok srácok, én Vitya vagyok és üdvözöllek titeket ismét a Game Dev Tycoon-ban. Bizony meg fogjuk game devni a Tycoon-t, ahogy eddig is csináltuk. Nagyon sok jó tippet adtatok, amikre nem emlékszem, mert elfelejtettem elolvasni. Na de a lényeg, vagy hát nem elfelejtettem olvasni, hanem elfelejtettem elolvasni a videó előtt, mielőtt felveszem. Na de hogy ezt most tisztáztuk, hát veszítjük a rajongókat, ez itt a szörnyű. És nem emlékszem, hogy mit csináltam az előző... Mi a neve, hogy is hívják van? A zombi kolbász kivonása kerül a piacról. Csináltunk-e kutatást? Vagy mi az? Hányas lettek, és jaj, jó, hogy mondjátok, srácok, nincsen zene. Beállítások, azt mindjárt be is nyomjuk a zenét. Zene be. Oh shit. Mi történt? Beszart a játék közben. Na, azt mondom, hogy fejleszünk, játék előzmények, nézzük. Ez veszteség volt. Ez profit. A kolbász vadászat az jó volt. Hát a zombi kalandjáték az annyira nem... Az annyira nem jött be. Rendben, úgyhogy keressünk egy új játékot, amit úgy... Vagy mit tudunk kutatni, ez a kérdés. Új téma. És van cyberpunk, üzleti időutazás. Vagy alternatív történelem. Hát, toljunk egy időutazást. Én azt mondom. Az időutazásos játék az nagyon jó. Közben rohamos tempóban veszítjük a rajongókat. És voltunk már 70 fölött is, és most rohadtul csak 65 van. Napon a Nivento megerősítette, hogy a korábbi pletykákat, és bejelentették, hogy az új otthoni játékkonzolt fognak kiadni TES néven. Tesóstrác, hú de hangos ez a zene. Ekkor a következő év első felében... Aha. Azt lehet, hogy meg kéne majd várni. Konzol kazettás apró játékokat és egyedileg tervezett kontrollert fog használni. Rendben van, testvérem. Akkor most, hogy kiadják a test, a tesó srácot. Hú, ezek közben veszítjük a pénzt, elég gazdagon. Vagy nem túl kellemes. Időutazás. Akkor csináljunk is egy új játékot. Azt mondom, várjunk, ezt a témát választunk. Csináljuk is meg az időutazást. És... Egy időutazós kalandjáték lesz. Válasz platformot. Én azt mondom, hogy tegyünk ki most erre a K64-re. Mit szóltok hozzá? És egy időutazásos kalandjáték... mi legyen? Aha! Igen, meg is van. Vissza a... kolbász... ba... bele. Így. Egy. Igen, ez itt teljesen jó lesz. Következő, ez egy 30 fog kerülni, igen, és 2D-s grafikakat, nyilván nem szövegalapú játékot csinálunk. Úgyhogy akkor fejlesszük is gazdagom. Remélem, hogy nagyon-nagyon jó lesz, és elég kevés pénzünk van. Na motor, a játékmenet szerintem nagyon fontos, és a küldetés is. Kicsit lejjebb húzom, ugye az alsó, mi az, ez a guriga számít, nem tudom, hogy a motor mennyire fontos. Egyébként, jó, hát szerintem a játékmenet meg a történet és a küldetés szerintem kicsit fontosabb. Legyen így, mondom, legyen így. Remélem így lesz. Próbálok minél kevesebb hibát csinálni. Köszönöm Cizet, Vitya Boy küldő, Patrick and Daniel Klung küldte, Gamehard, vagy mi az, Greenheart Games. Szia, hogy mi vagyunk a Game Dev Tycoon készítői, és szeretnénk megköszönni, hogy megvásároltad a játékot, ezzel is támogatsz minket. Nincs mit, srácok, nincs mit, ha esetleg nézitek a videót. Game Dev Tycoon legelső játékunk, és sokat jelent nekünk, hogy élvezed a vele töltött időt. A vásárlásoddal támogatod az apró induló cégünket, és ez remélhetőleg biztosítja, hogy a jövőben több játékot is elhozhassunk neked. Igazán nincs mit, srácok. De komolyan király vagy, nagyon szépen köszönjük a jó játék, és jó játékot, tehát a Game Dev Tycoon, na. Hát nincs mit, srácok, én is nagyon élvezem ezt a játékot. Hopp, becsúszott két hiba, becsúszott még egy hiba. Kezdünk csődbe menni, ami annyira nem jó. A játék jelentése készítésekor észrevételeket kapsz a fejlesztési folyamattal kapcsolatban, hogy mi működik megfelelően és mi kevésbé jól. Oké. Tippek szintje plusz és mínusz között mozog, jelzi, hogy milyen típusú játék hoz mennyire fontos a terület. Jó, oké. Pályadizájn, mesterséges intelligencia. Hát lehet, hogy a párbeszédeket kéne inkább egy kicsit följebb húzni. Pályadizájn. Hát nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia annyira fontos. Az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy mit művelek. Így is ez egy kicsit följebb. Így. Jó. Jó lesz ez, srácok. Ez mindenképpen biztos, hogy jó lesz, mert ez nem lehet rossz. Tehát, ja. Ott egy hiba is becsúszik, semmi gond. Igen, ez így lesz. Világdesign, az a...
Hát szerintem ezt így mind így evenre húzzuk ki igazából, hogyha felhúzzuk az egészet, akkor ez így egyenlő lesz. Így. Azért az alsó görgő számít szerintem, legalábbis gondolom. Hopp, ott két technológia pontot is kaptunk, viszont sok a hiba is. Befejezés, nagyon hibákat javítsuk ki szépen. Banki egyenleget vörösben van, szerencsére a bank egyrészt a túlhívást 50k összegig, de légy javatos, mivel ha mínusz 50k alá kerül, az egyenleget csődbe mész. Hát azt nem kéne. Azt nagyon nem kéne. Ez a hibákat javítsad már, testvérem. Úgy. Be is fejezzük, és remélhetőleg pozitívan jövünk ki. Új rekord a 10, az kemény. Új téma, új kombináció. Játékmenet, minden fejlődik. Hopp, ott volt egy szintlépés, az nagyon-nagyon szexuális. A pályadizájn is szintlépéses. Na, úgy néz ki, még egy játékunk lesz, gyerekek, és faszán meg lesz minden, ami kell. Játék kiadása, remélem jó lesz. Közben... Á, nem kutatunk semmit, mert... Ami kutathatnánk. Vissza kolbázva bele a játékunkról megérkezett. Na nézzük. Hopp, ott bevillant egy 10-es is. Megvannak a pillanatai, nagyon jó. Legyen egy 7-es. Láttunk jobbat, jó, hát ez nyilvánvaló, hogy láttatok jobbat, igen. Én is láttam jobbat. 6, nagyon jó. Az utazás és a kaland nagyszerű kombináció, így van. 5. Kalandjátékok jól működnek a G64 gépen. Nagyon jó. Most már csak ki is adtuk. Egyébként. Most fejeztem be a következőket. Visszakolvázott bele, és lenyűgöz a tehetséget. A szerzetes iparágban dolgozom, ahol tudnánk hasznosítani a hozzátosó képességet. Ha kevés pénzed van, csak tudasd velem, és megpróbálok neked ilyen munkákat szeretni. Jason, rendben van. Szerződések kerültek most megnyitásra, az összes elérhető szerződés megtekintéséhez zárd be ezt az üzenetet, és Katics olva a képernyőn, az akciómenü megjelenítéséhez. Csináljuk, főnök, csináljuk. Hol van? Megbízások keresése. Rendben. Dönts óvatosan, igen, ezt szerintem azt vágom. Logó, animáció. Játék, hát micsoda. Ja, oké. Okay. Na, majd megnézzük ezt, srácok, majd megnézzük. Közben a Nivento mai napon bejelentette a test játékplatformot, tehát innentől testre is tudunk csinálni dolgokat, ami nagyon jó. Ami nagyon jó, és csináljunk is kutatást, nem kutatást, hanem... mit csinálok? Játék jelentés készítése, vissza a kolbázba bele, ezt kiválasztjuk, és meg is nézzük, hogy mi a helyzet. Na és úgy érzem, hogy egész sokat adtunk el belőle. Egész kellemesen sokat sikerült eladni belőle, majdnem 10 000 darabot eladtunk. Igen, az időutazás és a kaland egy nagyszerű kombináció, hang az ilyen típusú játékoknál nem nagyon fontos. Tulajdonképpen, bocsi, ne haragudj, mikrofon, nem akartalak megütni. Na, még mindig adjuk el, srácok, ez kemény, ez nagyon kemény. Na, megbízások keresése. Microsoft Boss telepítése a számítógépre, vagy az nem is Microsoftot, hanem Micronoft. Bocsánat, elnézést. Szerződés elfogadása. Ezt meg is csináljuk, mert lehet, hogy kell a pénz, gondolom. Fogalmam sincs. Nem tudom, hogy ezek mit csinálnak, de most ezt is így együtt ki fogjuk tapasztalni, srácok. Nincs meg. Újra elbérelnének. Elbérelnének. Ja, bérelnélek, nem tudok olvasni, srácok. 14k-t küldünk itt Jason, most kaptam a megerősítést az ügyféltől, hogy a szerződés sikeresen, úgy olvastam, hogy sikertelen. A sikeresen helyett. Kitörő munka. Kiváló, akkor megkaptuk a pénzt is. És úgy érzem, hogy... Várj, kutatunk, és mit kéne kutatni, milyen... dolgokat kutassunk. Sci-fi. Sci-fit fogunk csinálni, srácok. Az biztos, hogy jó lesz. Sci-fi játékot. Hú, a visszakolbázat még most is adjuk el. Az a kemény. Kivonása körül a piacról. 81 000 bevételt csináltunk belőle, és 11 500 darabot adtunk el belőle, ami egyenesen kurva jó, szerintem. Nem biztos. Megvan a Sci-fi, és akkor új játék fejlesztése, én azt mondom. Milyen témában, hát akkor az új legyen. Nem is, srácok, tudom, hogy ezt kifejlesztettük, de most legyen egy romantikus szerepjáték. Csak hogy érezzétek. Érezzétek, srácok. Testre lehetne 30k-ért kiadni, de nem tudom, hogy az a licensz költség, azt nem tudom megvenni a licenszet, az a baj. Úgyhogy akkor
Kaland plusz 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 szerepjáték szimuláció stratégia? Nézzük, nézzük srácok, PC-re kiadjuk. És a... A vakasszony visszanéz. Az... Ez egy olyan zicser, amit nem lehet kiadni. Ez egy... argentin szappanopera játék lesz, srácok. Remélem jól írtam be amúgy a nevét. A vakasszony visszanéz, jól írtam be? Igen. Kettős, hát nyilván 2D-s grafika, V1-es motor, meg minden, meg húgyozás, meg fájdalom. És hát a motor annyira nem fontos. Játékmenet és a történet annál inkább. Így. Ezt meg is tartjuk. Meg is tartjuk, gyerekek, és ez nagyon-nagyon fasza lesz. Ja, hát hibák még jelen pillanatban nem csúsznak be, és ez nekünk ez is kell. A párbeszédek az minden. A pályadizájn annyira nem igazán fontos. Mesterséges intelligencia az így. Azért nem baj, ha van egy kis mesterséges, bár tulajdonképpen a párbeszéd a lényeg. Úgyhogy igazából ez itt teljesen tökéletes lesz. Ez egy nagyon jó játék lesz, srácok. Ez egy nagyon, én már most látom. A világdizájn annyira nem fontos. Grafika se számottevően. Hát igazság szerint. Nem, annyira nem fontos. És a hang se biztos, hogy annyira számottevően nagyon-nagyon fontos. De... Jó, igazából mindegy. Igazából mindegy. Jó, a világdizájnra is húzunk. Nem kell ez ilyen szimulációs jel. De egy picit teszünk rá. Így. Remélem jó lesz. Harmadik fejlesztési állomás közben fogy a pénzünk, elég gazdagom. Ellenben viszonylag kevés a hibánk. Ami nagyon jó. És az egy hibát is kiküszöböltük. Hoppott, még jött egy kivitelezéses pont. Ami új rekord egyébként. A technológia az annyira nem nyilvánvalóan. De most elég sok mindenben fogunk szintet lépni. Remélhetőleg, igen. Párbeszédek, itt mindenben szintet lépünk, srácok, mindenben is. Úgy, és én is átfejlődök vajon 2-es szintre? Én is átfejlődtem 2-es szintre, Vitya Boy, aki ugye én vagyok, átfejlődtem. Nagyon extra. Az első értékelések, az új, a vakasszony visszanéz játékunkról megérkeztek. Eltértünk a kolbász szekciótól, de ettől még jó lehet. Nem, rossz, de nem is jó. Na már! Be! Hát ne szórakozzunk már, srácok, hogy a vakasszony visszanéz nevű játék. Rendben van. Ez cheat. Nagyon rossz. Úristen! Úristen, mi az, hogy nagyon rossz? Hát nem hiszem el. Azonnal csináljuk játékjelentést. Vakasszony visszanéz, így van. 3,75-öt kaptunk, srácok, ez gyalázat. Ez egyenesen gyalázat. Szörnyű. Szörnyű, így is adunk ebből le pár darabot, de hát akkor is. Egy rendben kombináció. A grafika az ilyen típusú játéknál elég fontos. Adjuk már. Na jó. Megbízások keresése, nézzük. Logo animáció, számítógépek beállítása. Ilyen pillanatban nem hiszem, hogy van túl sok szükségünk a pénzre, de azért csináljuk meg. Csináljuk meg ezt. Hát ha sikerül. Hát ha meg lesz, srácok, és akkor kapunk egy kis... Egy pár kát. Pénzt kéne valahogy csinálni lassan, srácok, mert meg kéne venni a licenszet. Hát a nemrég bejelentett test otthoni konzol hatalmas sikerének bizonyít, az eladási értékek eddig minden várakozást felülmúltak. Hát igen, pont ezért. Igen. Ezt mondom, srácok, hogy meg kéne venni a licenceket. 16 kát fogunk utalni a számládra, nagyon jó. Szerintem még egy játékot meg kéne csinálnunk ahhoz, hogy elérhető legyen. És a vakasszony visszanéz, esküszöm, jól teljesít. Mit tudunk kutatni? Új téma. Közlekedett, ez mind nem érdekel. Ez mind nem érdekel, srácok. Az a kemény, egyedi motort még nem akarok, mert azt mondtátok, hogy ezt még ne. Azt nem, mert az hányás, az fáj, az nagyon rossz. Úgyhogy... hogy várni kéne, hát amíg kapunk tallért. Keveset. Nem sokat, mert a vakasszony visszanéz, elég rendesen visszaesett. Meg-e tudnánk-e csinálni? Licensz költség, az, hogy a testről a licenszt meg kéne venni. Úgyhogy lehet, hogy még készítünk egy játékot a G64-re. És Skifi témában fogunk most csinálni. Akció Skifi, az nem tudom, lehet, hogy a kaland Skifi az jobb lenne. Lehet, hogy a kaland Skifi jobb, mert mindig kalandjátékokat csinálunk azért. Na mindegy. Hát ez egyszerű a címválasztás, űrkolbászok. Ennyi, srácok, szerintem nem kell túlvinni a dolgokat. Így.
Így 2D-s grafika, és ez nagyon fasza. Vakasszony, viszont az adásból 644 tallért kaptunk, ami kevés. Kis motort is. Így. Jó lesz ez, srácok, jó lesz ez, mindenképpen. Én bízom a játékunkban. Hopp, ott becsúszott egy kis hiba is, de hát az nem baj. Tehát na, vakasszony, viszont ez kíváncsi körül a piacról. 8500 darabot adtunk el belőle, és 60000 bevételt generált, ami nem rossz. A pályadizájn az nagyon fontos, ez kifi játéknál, meg a mesterséges intelligencia is. Itt intelligencia, a párbeszédek annyira szerintem nem számottevően. Bár én már nem tudom, hogy mi számít és mi nem. Mi számít hol és mi nem. Na de egész jónak tűnik itt a fejlesztgetés itt össze-vissza körbe karikába. Közben a havi költséget veszítjük el, mert nem igazán tudunk semmit se csinálni. Világdizájn az nagyon fontos. A grafika is és a hang is. Mint hogy nagyjából egyelőre próbálok betenni. Jó, ez mind fontos. Mind fontos rászok legalábbis szerintem egy skifi kalandjátékban. Na, befejezés, a hibákat közben küszöböljük ki, légy szíves. Hogy. Gyönyörű, és nézzük, hogy hogyan teljesítünk. Nem készített felmések szerint az egyre változatosabb játékeszközök egyre részletesebb játékok piacát nyitják meg. Néhány platforma fiatalabb játékosok körében lett népszerűbb, míg mások idősebb korcsoportokat látnak el. Az kemény. Miközben egyre több fejlesztő lép be a piacra, azt várjuk, hogy a fejlesztők a játékaikkal bizonyos korcsoportokra koncentrálnak a nagyobb hatás érdekében. Ez mondjuk nem fasság. Új rekord mind a kettő, úgyhogy eddig lehet, hogy ez lesz a legjobb játékunk. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ez lesz a legjobb játékunk, de mivel az előbb nagyon sok mindenben szintet léptünk, ezért lehet, hogy gondolom jobb lesz a játék. Szerintem. Lehet, hogy ez nem így megy. Új kutatás, elérhető célközönség. Aha. Oké, akkor ezt ki is kutatjuk gyorsan. Mennyibe kerül? Micsoda! Annyi pénzünk nincs is. Így. Ne felejtsen egyéni játékmotort kifejleszteni, az sokat javít a játékaidon. Egyéni játékmotort az akció menüben fejlesztesz, miután kifejlesztetted az egyéni motort. Ó. Oh. Ó. Oh. Oké. Oké. Megkezdtek az űrkolbászokról, hát légy szíves, ne húzzátok le a játékomat, mert én nagyon szeretem ezt a játékot. Szórakoztató néhol, jaj, ne szórakozzunk már, simán adhatnátok egy hatost. Így látni benne lehetőséget, nagyon jó. Hely 7, mit szólsz egy 7-hez? Mókás, de jó, na, nagyon jó. Egy hetet, na, egy hetet játszatok be, léci. 6. Skiffy és a kaland nagyszerű kombinációt mondom én, srácok, eddig lehet, hogy ez a legjobb játékunk egyébként. Lehet. Hú, de adják el. Atya, úristen, de adják el. 89-es rangon állt meg, és azt mondja, hogy a test konzol hatalmas sikerét követően szóbeszédek keltek arról, hogy a Vena egy másik japán vállalat saját otthoni játékkonzolt kiadását tervezi. Nézzenek oda. És most fogunk testre gyerekek új játék fejlesztése. Ja nem, ezt a játék jelentést csinálunk. Jelentést csinálunk, hogy nézzük, hogy mi jó, meg mi nem. De most fogunk a testre egy játékot csinázni. Mert miért ne? És még most is adjuk el, te jó ég! Na! Még a végén bejön az a sok pénz. Az a sok-sok pénz, amit úgy szerettem is volna, hogy legyen. Igen, az kifejezőkkal egy nagyszerű kombináció. A történetési küldetés az ilyen típusú játékoknál nagyon fontos. Igen, ezt tudtuk. Új játék fejlesztése. Platform a testre fogunk csinálni. Megveszed a licenszet? Igen, megveszem a test licenszet. Válasz témát. Milyen legyen? Legyen egy... Nem tudom, hogy mik vannak. Egy vadász szimulátort fogunk csinálni, srácok. Mit szóltok hozzá? Mi legyen a neve, srácok? Erősen gondolkozom. Költség 40k, hát talán beleférünk. Mi legyen? Nem tudom, hogy ilyet csináltunk-e már. Nem, menjünk el a kolbásztól, most valami más játék, ez új konzol, új, menjünk el, másik irányba, gyerekek, az innovációt vigyük bele az egészbe. Azt mondja, hogy legyen vadászat, puskával, val, egy. Igen, ez az, tényleg. Itt ideális címek, nagyon jó címeket adok a játékoknak. Motor szerintem annyira nem fontos.
talán a küldetés sem annyira. A játék menet az talán igen. Legyen így. Legyen így, remélem, hogy jó lesz. Mondjuk közben azért még az űrkolbászokból kapjuk a bevételt. Elég keményen. Elég kellemesen. A párbeszédek az annyira nem fontos. Pály design és a mesterséges intelligencia az talán igen. Hát hogy az állatok hogy vetődnek meg, hogy nyilván nem futnak neked, hogyha látják, hogy a kezedben a puska. A mai nap a Venom megerősítette a korábbi pletykákat, az új játékkonzol is bejelentették a Master V vagy 5 érkezését. Cég szerint a Master V, amely technikailag fejette a nagyon sikeres Nintendo TES konzoljánál, elkövetkező hónapokban dátumon fog megjelenni. Most már értem. Így. Az űrkolbászok kívánása körül a piacról 22 ezer darabot adtunk el belőle, és 153 ezer bevételt generált. Te jó atya úr is, tehát az rengeteg. Világdizájn annyira nem. Jó, ez így jó lesz, szerintem srácok, ez így faintos lesz. Mit szóltok hozzá? Nem csúszott még be hiba, aminek nagyon örülök. Ellenben... jó. Oké. Hoppott, még jött egy kivitelezés, még egy kivitelezés. Jaj, gyerekek, még így... Mert gyerekek, még várni kellett egy picit, és teljesen jó. Na, új rekord szerintem mindkettőből, így van. Új kombináció. Igen. Ez igen. Ez nem tudom, hogy csináltunk-e már... Vadászat puskával, mennyire brilliáns címet tudok én adni a játékoknak, srácok, egyszerűen nem hiszem el. Vadászat motherfucking puskával. Tényleg. Na, várjuk az első jelentéseket. És már majdnem 300 rajongónk van, srácok, ez igen. Micsoda? Majdnem tökéletes. Nagyszerű. Úristen, srácok, lehet, hogy megcsináltuk az évi játékát. Mesterséget intelligencia elemre fordított figyelmünk nagyon jót tett ennek a játéknak. A vadászat és szimuláció nagyszerű kombináció. Mi van? Szakondet! Megcsináltuk a testre a dolgokat. Megcsináltuk, rohadjak meg. Úristen, és úgy adják el, mint a cukrot. Úgy adják el, mint a cukorbetegséget, srácok. Játék jelentés készített ki azonnal. Azonnal, srácok, azonnal. Még a úristen, még a második hónapban többet adtunk el, mint az elsőbe. Hát mi van itt? Hát köpjetek le és hívjatok Zsófinak, mi a fasz történik itt? Na, az rengeteg pénz. Vadászat puskával egy. Ennek lesz, jaj. Két év múlva kiadjuk a következőt. A testre, vagy a testnek a következő továbbfejlesztett verziójára. Kiadjuk a vadászat puskával kettőt. És igenis tarolni fog. Tudod, közösség az ilyen típusú játékoknál nem nagyon fontos, tehát akkor úgy nem kell. Platform műfaji illeszkedés, test szimuláció, az rendben van. Pészi kutatások szerint nem emlék adott vadászat puskával egy játék meglepetés láger a játékosok körében. Fejlesztő Kobász Oktaló Kft. Még elég új szereplő a játékiparban, de már alig várjuk, hogy mit fejlesztenek ki legközelebb. Ó, ha ti azt tudnátok? Ajjaj, nem baj, srácok, két év múlva. Hoppá, és megvan a Vena, és vajon mennyibe kerül rá a licenc? Nincs rá licenc? Ja, de ott van 80k licensz, és egész kellemesen lehet rá csinálni a dolgokat. Aha, rendben van, srácok, ez, itt valamit ki is fogunk fejleszteni szerintem. Nem, srácok, tudjátok mit? Itt megállunk, és akkor lehet lent hagyni a kommenteket, srácok, hogy mit csináljak ezután. Szerintem taroltunk, várjunk egy pillanatot, megvárjuk, hogy 300k meglegyen. Köszönöm szépen. 300k tallérunk van, srácok, úgyhogy szerintem ez kurva jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtsetek el tippeket lent hagyni a kommentek között, hogy mit csináljuk a következő részben, azt jól megcsináljuk. Én Vitya voltam, köszönöm, hogy megnézted a videót, ahogy mindig, a következőben találkozunk. Sziasztok!